Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellene, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek ország olyan, mint egy király, aki el akar számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt mivel megfizetnie, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenit, amilyen csak van, és így törlesz adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett rajta, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az Úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülned szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az Úr nagy haraggal áttatta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium Szeretett testvéreim, a mennyek országa olyan, mint. És az Úr Jézus elmond egy hasonlatot. Tulajdonképpen a názareti Jézus mindig egy dologról beszélt. A mennyek országáról. Amely zsidósan kikerül Isten nevét, ezért amikor már pogányoknak hirdették az evangéliumot, akkor már ott azt olvassuk, hogy Isten országa. Na most testvérek, egyetlen példabeszédet se értünk meg igazán, ha nem tudjuk felfogni, hogy mi az az Isten országa Jézus szerint. Izrael a dávidi királyság bukása után a proféták jövendőlése alapján egy fölkent királyt, messiás héberül, a vártak, aki majd elhozza Isten végső uralmát a földre, akkor nem csak a zsidók, hanem a pogányok is jólétben lesznek, alapvetően megváltozik az ember állapota. Ez a kis nép, amely a nagy hatalmaknak a játékszere lett, Jézus idejében éppen a római birodalomnak egy távoli provinciája, leigázott nép. És ez a kis nép elkezd fantáziálni a proféták jövendelésén, és alapvetően politikai, gazdasági felszabadítást vár a messiástól. Egyébként gonosz módon így lehetett az Úr Jézust is beállítani Pilátus előtt, hogy a császár uralma alatt ő királyságra tör. Pilátus tudta, hogy hazudnak, mert hol van a fegyverkezés. Több messiási mozgalmat elfojtottak. Éppen Jézus kortársai, ez a két latol is, ilyen zelóta lehetett, hogy ahol csak lehetett, és nem látta senki, leszúrtak egy rómait, hogy az Isten országa, Izrael földje megszabaduljon. Mindenki az Isten országáról beszélt. Na most Jézus akkor lett híressé, amikor csodákat tett. Amikor ilyen hatalma van, hát akkor ő a messiás, és akkor ő szabadítja meg most Izraelt. Ezt várták tőle. Tetteiért rajongtak, tanítása lényegét félreértették.
Az Isten országát ők másképp képzelték el. Lehet, hogy Júdásnak is ez a tragédiája. Ő nagyon örült, hogy bekerült a 12 közé. Zebedeus fiai János és Jakab anyja is oda megy, hogy ugye az országban majd a fiam egyik oldalodon, meg a másik oldalodon leszel. Ugye miniszteri tálcát kapnak. Jézus ezt visszautasította. Megdöbbentek, megbotránkoztak. Ilyen hatalma van. Akkor ő a Mesiás, és miért nem teszi meg azt, hogy a rómaiakat kisöpörje hatalmával? Ő az országról egészen másképp beszélt. Azt mondja, hogy mustármag, hogy egy búzamező, amelyen konko is van, kovász, amely át fogja járni a tésztát, az emberi történelmet. A tékozló fiúról beszél, ebben a mostani példabeszédben még a király nagy lelkűségéről, a szolga fölmentéséről. Miért nem katonákról? Miért nem felszabadító haditervről? Izrael földjének megtisztításáról? Mert az Isten országa egészen más. Testvérek, valójában Jézus föltámadása értette meg az apostolokkal, hogy kicsoda ő, de még akkor se értették, hogy mi az Isten országa, ahhoz pünköst kellett. Testvére, az egész kereszténység alapja, hogy a názáreti Jézus harmadik napon, miért eltemették, megjelent egy új testben. Az ő teste volt, de már nem hal meg. Na ez a mi reménységünk. Ekkor megértették azt, hogy nem próféta volt, hanem ő az Isten, aki belépett a történelembe. A halálon is Úr. Nagyon fontos, hogy zsidó Tamás apostol azt mondta, én Uram, én Istenem. Egy 33 évet élt zsidó embernek. Tehát felismerték már az azonosságát, hogy kicsoda, de testvérek, na a kereszt halála után, az Emmauszi tanítványokhoz hozzátársul. És hát miért vagytok ilyen szomorúak? Hát te vagy egyedül az az idegen, aki nem tudja, mi történt most a napokban Jeruzsálemben. Hát a názáreti Jézus esete. Nagy volt szóban és cselekedetben, és mi azt hittük, hogy ő váltja meg Izraelt. És már harmadik napja a sírban van. És akkor Jézus elkezdte mesélni nekik a prófétákon keresztül. Tudjuk, hogy miről beszélt, az Isten országáról. Arról beszélt, hogy kiment a szovjet, és szabadok vagytok? Mi az a rabság? Mi az emberiség baja? Nem a bűn, ami alól nincs feloldozás. Hát Jézus azt mondta, hogy Isten szeret és megbocsát. Lángolni kezdett a szívük. És felismerték a kenyértörésnél, amelyben utánozza a szent misét. És az Úr Jézus, amikor megjelenik föltámadása után, testvérek, 40 napon át, megint az Isten országáról beszél, most már jobban érti, de az utolsó pillanatban, a mennybe menetel előtt, a mennybe menetel nem azt jelenti, hogy felröpült, hanem az, hogy meg tudtuk rá, hogy többet soha így nem jelenik meg. Majd az utolsó napon. És mennek az olajfák hegyére, és arról beszélni, készüljetek, mert a Szentlélekben fogtok megkeresztelkedni. Azt mondta János, hogy én vízzel keresztellek, az csak külső lemosás. Ez a keresztelni szó azt jelenti, hogy alámeríteni. Ti az Istenbe lesztek alámerítve. És erre mit kérdeznek? Uram, tehát mostanában állított helyre Izrael országát? Na hát innét vegyenek erőt a pedagógusok meg a szülők. Hát semmit nem értem. És akkor azt mondja Jézus, most hát többet nem magyaráz. Várjátok a szent lelket. És pünkösd az, amikor megdöbbennek, hogy Jézus eljött a Szentlélekbe, és nem előttünk van, nem mellettünk van, bennünk van. Hozzámegyünk, és lakást veszünk nála. Én és az Atya egy vagyunk. És akkor mi az Isten országa? Most értették meg. Egy új kapcsolat az Atya Istennel, Jézus által a Szentlélekben. Ezért mondja Nikodémusnak, ezt az egyetemi tanárnak, aki éjjel ment el hozzá. Mester, hát mi az az Isten országa? És azt mondja, újjá kell születned. Hát öreg vagyok, hogy mehetek be anyám méhébe?
Nem. A lélek ott fúj, ahol akar. Tehát ebbe az ország, ez azt jelenti, hogy egy új élet, ami eddig nem volt a Földön. Amire azt mondja Szent Péter apostol, hogy az isteni természet részeseivé lettünk. Ez a kereszténység, testvérek. Egy új élet, az örök élet bennünk van. És akkor kiderül, hogy az Isten ország az nem más, mint ez az életszerű kapcsolat az Atya Istennel. Tehát valóban gyermekei leszünk a hit és keresztség által. Ez az új születés. Testvérek, megdöbbentő, hogy Jézus mindig az Isten országáról beszél, a katolikus egyház meg soha. Ugyannyira, hogyha láttok ilyen kiadványokat, hogy az ország, meg ilyen az Isten ország, az el lehet égetni az eretnek irat. Pünköskor azt értették meg a keresztények, az apostolok, hogy Jézus maga az autó basileia. Ő maga az Isten országa. Ez egy központi kifejezés a Szentírásba. Vagyis ő az Istennel való kapcsolatunk. Tehát ahogyan a testi születéssel ide születtünk a Földre, van közöttünk rokonság, van egy történetünk, most egyenként Jézus által Isten gyermekekké születünk. És az isteni élet van bennünk. Tehát akkor ez teljesen szellemi és belső valóság? Akkor a kereszténység az csak egy ilyen belső megújulás? Nagy tévedés. Mert az a kapcsolat, az az új élet, ami bennünk van, annak új törvényei vannak. A Szent Háromság Isten törvénye az, hogy ingyenesen szeress. Ez az új törvény. Most értünk el a példabeszéd lényegéhez. Az Isten az a király. Elengedte a hatalmas adósságot a szolgának, 10 000 talentumot. Azért, mert ő jó. Kimegy a királyi palotából, és folytogatja egy vacak kis összegér a szolgatását. Ilyenek vagyunk mi keresztények. Ez a király palotája. Itt tudod, hogy föl vagy oldozva. És kimész, és nem tudsz megbocsátani. A legszentebb imádságban, mi atyánkban, ez az evangéliumi részlet visszhangzik. Nem úgy van, mint a magyar, vagy bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellen vétkezőknek, hanem engedd el a mi adósságainkat, ami a bűn, miképpen mi is elengedjük adósainknak. A görög mind így van, az orosz is. Jasztávi dolgi nása, Jákozse mi jasztávájem dolzsikom násim. Elengedjük az adósságot a mieinknek, akik nekünk adósak. Isten egy teljesen új viszonyt létesített az ember és az önmaga között. Itt nem az igazságosság számít, hanem egy végtelen irgalom. Most úrról és szolgáról van szó, de egy másik példabeszédben atyáról és fiúról. Az atya az Isten, a fiú az ember. Elmegy és elpazarolja mindenét. És hazajön. Földrajzilag a fiú megy az apja felé, lelkileg az apa megy a fiú felé, mert szereti. Tehát tudja, hogy visszamehet. És fizikailag is, amikor meglátja, eléje siet. És azt mondja, hogy nem vagyok méltó, hogy fiaddá fogad, csak szolgád legyek. Azt eljátszottam. És az apa ezt megteszi. Egy kapcsolat, ha megszakad, nem lehet visszaállítani. De több lehet. Hozzatok gyűrűt az ujjára. Hozzatok rá ünnepi fehér ruhát, és vágjátok le a hizlalporjút. Már nem fia lett, hanem barátja. Testvéreim, Istennel a bűnös ember Jézus Krisztus kereszthalál és föltámadása és a Szentlélek kiáradása által új létviszonyba került. Ez az új élet új törvényeket foglal magába. Ingyenességet. Na most jön az alkalmazás. Egy házasságban. Az egyfajta szerződés is. Tehát az apán, a férjnek gondoskodni kell a családról, az édesanyának szintén. Egymásnak meg kell adni a debitum konjugálet, a házassági kötelesség, hogy egymást szeressék, stb. De Jézus szentségi rangra emeli. Mi ez a szentség? A Szent Háromsággal összekapcsolja. Az ingyenesség világába emeli. Tehát nem az agyhogy adassék világa már,
hanem az ingyenesség. Tehát nagyon konkrét kihatása lesz ennek a predikációnak. Tessék folytatni már ma délután. Mit tegyek a feleségemért, a férjemért? Olyan valamit, amit nekem nem tud visszaadni. Ez az ingyenesség. Ezzel kitörünk a történelemből. Illetve az Isten lép be a történelembe. És nem mindig az elvárás. Amikor egy emberi kapcsolat oda zűlik le, hogy elvárom, nekem ez kijár. Persze, hát van ilyen. Hát a papság is ilyen. A híveknek kijár, hogy a papság prédikáljon, kiszolgálja. De valami több az emberi kapcsolat. Testvérek, annyiszor lép be egy családba, egy férfi és nő kapcsolatába az Isten, ahányszor ingyenesen tud szeretni. Ezért szoktam kívánni az újházasoknak, hogy legyetek boldogok, de boldogtalanok is. Legyen olyan időszak, hogy az egyik jobban szereti a másikat, mint a másik az egyiket. Az igazi szeretetnek a lényege a sivárság. Az, hogy semmit nem kapok. Az Istennel szemben az a lelki szárazság, amiről a szentek beszámolnak, a világi szentérész, hogy 30 év alatt egy mi atyánkra nem tudott odafigyelni, de mindig imádkozott. Egy orosz nővér, szerzetes apáca, beöltöztették és adtuk ebbe a sötétség. Semmi érzés, unalom, sivárság. Azt mondja neki egy lelki atya, Onufria nővér, legyen boldog. Isten magát odaemelte az olajfák hegyi Krisztushoz. A legszebb élet szakaszunk az, amikor magunkra vagyunk hagyva. Amikor úgy tudjuk, hogy nem szeretnek. Ekkor leszünk keresztények. Ekkor engedjük át magunkon azt az isteni szeretetet a másik felé. Szülő és gyermek viszonya. Hát a szülőnek kötelessége gyermeket felnevelni. A gyermeknek tisztelni kell a szüleit és öregkorukba gondoskodni. De testvérek, ha ez oda züllik, hogy én felneveltelek, de magamnak, és nem engedi el a lányát meg a fiát a házasságba, tönkre teszi a fia és lánya házasságát, és ő az áldozat, ő szeret, nem szeret, mocskos. Nem tudja elengedni. A szeretetnek nem az a gyümölcs, hogy engem mindig viszont szeret, hanem tanulj meg tovább szeretni. És a testvéri kapcsolat sohasem adj, hogy adassék. A meglepetések, a rokoni kapcsolatok, a barátság, visszaemlékezem szülőfalumra. Természetesen ebben a világban élünk, van egy rend, ami az igazságosság rendje. Nagy lakodalmak voltak Siógádon, talán még most is. És még azt is tudták, hogy 15 évvel ezelőtt mi mit adtunk a lakodalomba. Hány ezer forintot, két csirkét és egy tortát. Azt visszavárták. Na most azért ebben nem volt már minden rossz, mert azt az ifjú párt segíteni kell. Akkor mi segítettünk, most segítsetek. De mire fognak emlékezni az ifjú házasok? Amikor valaki meglepte őket egy borítékra, azt talán rá se írta a nevét. Testvérek, ez az. Ez a názáreti érse, ez mentené meg az emberiséget, testvérek. Amikor azt mondja az Úr, és ha kérnek, menjen 100 lépése. Menj kétszer annyit. Ez a többlet a kereszténység. És testvérek, ez nemzeti program. Ma hajnalban hallottam a rádióban, hogy volt ilyen ajánlat, hogy amelyik ország eladósodott az Európai Unióba, eresszék fél árbócra az európai zászlót. És íme azért a Krisztus igéje áthatja lassan a világot. Az összes európai parlamenti szavazó ellene szavazott. Tudjátok, mit kéne? Ami az Ószövetségben volt. 40 évenként minden adósságot elengedtek. Ez egy politikai humbug, egy gazdasági rohadt, mocskos hazugság. Kinek tartozunk mi? Jöttek a tőkések, letaroltak mindent. Csődöt jelentett, és ment tovább. Egy dolog lenne, ha egyszer felfogadna Európába vagy Amerikába a krisztusi kegyelem, hogy most mindent elengedünk.
remélem egyszer meg lesz. Így várták a messiást az ószövetségi zsidók. Minden 40 évben, minden el lett engedve. Mindenre szabadon lett engedve. Mert várták azt az országot, ahol nem csak igazság van, hanem van valami meglepető irgalom, meglepő irgalom. Persze, most még egy ki kell térni valamire. Engedd el a mi adósságunkat, a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk. Bocsánat. Hát akkor a Jóisten olyan, mint mi, ha én nem bocsátok meg a másiknak, akkor ő is begurul és nem fog megbocsátani, mint ahogy a példaveszédbe. Itt más a teológiai alap. Fordítva van. Nem mondhatom hitelesen azt, hogy Uram, bocsáss meg nekem, ha én képtelen vagyok a másiknak a megbocsátására. Ez az egyik, a másik pedig. Nem akkor fogadom be egészen a bocsánatot, amikor engem feloldoztak. Nem csak a papnak kell feloldozni, hanem hazamész és te lelkileg feloldozod azokat, akik megbántottak. Akkor ér el a kegyelem. Mert egyébként benned marad és megrohad, mint egy ciszterna. Az Isten kegyelme tovább kell, hogy menjen. És testvérek, az egész mai elmékedés a Szent Mise keretében van. Ez a királynak a palotája, amit itt megtapasztaltunk, amit itt megértettünk. Most kimegyünk, és folytatjuk azt, hogy haragszom egy rokonra, hogy nem tudok megbocsátani a szomszédnak, akkor semmit se értettem meg. Akkor a kegyelem nem ért el engem. Mert olyan az Istennek az ingyenes adomány, hogy akkor lesz egészen az enyém, ha kiosztogatom. Amen.